Sziasztok, sziasztok! Kvázár napelem, unboxing vagy unboxing videó. Elég igényes, ahol megcsinálva a doboza. Hát túl sok mindent azért nem érdekel. Na. Pont mikor már 20-szor már kinyitottam, most fog izélni. A mászetszet kivontottam. Na. Van benne egyszer, ugye vár ez, hogy hogyan kell használni. Van benne egy támasztó. Van benne karabiner, meg négy darab ilyen üveg felületre van tapantó. Egy kábel, és maga a napelem. Az összes többit visszarakom. Ezekről nem lesz szó már. Csak a napelemről. Na. És nekem itt nem véletlenül van egy úgynevezett USB teszter cuccom. Mutatom is. USB doktornak hívják. Van rajta egy állítható 1 és 2 amperes terhelésre lehet állítani. Most lemerült telefonom sajnos nincsen. De már kipróbáltam telefonnal, és azt is tölti. Na. Egy amperesre van állítva. Ezt kell tudni, magának a cuccnak is van terhelése. Mert ez hát ilyen 150-200 milliampere maga az USB doktornak a terhelése. 700 milliampert ír ki. Az még jó is, 4,3,5, nem tudom mennyire látszik. De vagy én sem látom ennyire a kamerát. Látják? Most átállítom. Igen. A 2 amperes terelésnél már kiadja. Csíha. Majdnem 2 ampert. Nem terelem túl az egységet, fölösleges. Nem tudom, mennyire látszik a kamerába. Ő leadja azt a bizonyos teljesítményt, amit kell neki. Na. Mondjuk a kábel, azt hozzáteszem, a kábel viszont lassú. Fröccsálló, ugyebár vízálló. Egész jó a dizájnja. Ugyebár, nem tudom, mennyire látszik a kamerán. Azért akarom úgy mutatni, hogy jó legyen. Látjátok, itt vannak az adatok róla. Őt, ha még találtok weboldalt, vagy webshopot, ahol meg lehet venni, őt érdemes megvenni, mert tényleg egy nagyon könnyű készülék, és nagyon jól lehet használni, hiszen akár ha magatokkal visztek egy powerbankot, és csak a powerbankot töltitek róla, akkor már megérte. Ez az unboxing videó ennyi volt. Legközelebb jövök a következő napelemes töltővel. Sziasztok!